Sziasztok, Marika vagyok. Most az ezelőtti videóban mondtam, hogy egy ugyanolyat fogok készíteni, ha lesz rá lehetőségem, mint amilyen az, de csak abban lesz hasonló, hogy kálkáposzta levélem fog sülni hidegindítással. Itt a liszteknél lesz egy kis variálás. Lesz hozzá kenyérliszt, finom liszt, és kaptam, vagyis hát tudtam venni, nem kaptam. Hú, nagyon drága ez a liszt. Csak 60, ilyen 60 grammot rakok bele, királybuza liszt. Nem a teljes kiőrlésű, csak a sima 120-as. Ugye lesz benne a tejfölös sót, még nem raktam ide, és a teljes kiőrlésű tönköly buza liszt. Ezeket itt a víz, belerakom a tejfölt, és beleszitálom a liszteket, és egy órát pihentetem, mert már a kovászom kezd összeesni. Most reggel kezdem, nem úgy, mint ezelőtt, hogy délután kezdtem, 3 óra körül, úgyhogy most aztán tényleg hamarabb el kell, hogy készüljön, nem éjfélbe. Úgyhogy remélem, most mindent szépen meg tudok dagasztatni, úgyhogy ez a kenyér, ennek a kenyérnek csodálatosnak kell lenni. Na, majd jövök akkor. Kikeverte a gép, ide raktam a sót, ugye majd lamináláskor lesz hozzá burgonyapehely, és hát igen, ez nem kovász, hanem öreg tészta, de hát majdnem ugyanaz, ugye. Na jó, van, akkor 1 órát pihen, és akkor jövök vissza. Pihent a tészta 1 órát, akkor most ezzel az öreg tésztával, ami hasonlóan készült, mint az ezelőtti, ugye 10 egység van véve az öreg tésztánál, 2 egység a kovász, 3 egység a víz, és 5 egység a liszt, de most nem kenyérliszt van, hanem rétesliszt. És akkor így most rétesliszt is van benne, nem csak finom liszt, meg kenyér liszt, meg teljes kiőrlési tönkölybúza, meg király liszt, hanem rétes liszt is van benne. Azért rétes liszt nehezebben működik, mert hát éppen ott csak egy kicsit meg van rogyamba. Ugye kenyér liszt úgy össze volt esve, de jó van. Hát szeretem a rétes lisztet, én a mazsolás kovászomat rétes liszttel tettem, és mindig ugyanúgy, mert mikor változtattam egyszer-kétszer, de megharagudott. Na jó van, akkor mostan ezt az öreg tésztát belerakom ide a pihentetett tésztához, és egy olyan 2 percig dagasztatom a géppel, utána hozzáadom a sót. Most nem is mérem, mert ugye múltkori kenyeremnél, az ezelőttinél, ott mértem, hogy mennyit tudok innen kiszedni, bár az egy másik műanyag volt, amiben akkor bekevertem, de ugye a 200 grammból pár gram az, amit nem lehet kiszedni, úgyhogy 200 grammot be kell bekeverni, aztán amennyit ki tudok szedni abból a műanyagból. Ezt a kenyeret, ha jól sikerül, ha nem, mert lehet, hogy nektek jobban sikerül, készítsétek el mindenképpen. Legalábbis az ezelőtt itt, mert ízle annyira finom. Hát ez meg lehet, hogy még jobb lesz, mert ezt a király lisztet mindenki annyira dicséri. Mondjuk csak mennyit raktam bele? 60 grammot, mert ugye nem ismerem. Ez egy, ahol vettem, ott a fiatalember, az eladó azt mondja, ez egy ősi búza. Hát dehogy is. Ez egy Magyarországon kifejlesztett, vagy hogyan mondja, tenyésztik? Nemesített, na, úgy van. Magyarországon nemesített búzafajta, az igaz, hogy egy ősi búza is van benne, búzafaj. Tehát nem egy ősi búza, hanem egy nemesített, Magyarországon nemesített búzafajta. Na, majd a legközelebb megyek, megmondom neki, mert lehet, hogy nem nézi a videómat. Na jól van, akkor 2 percig dagasztatom. Egész jó az állaga a tésztának. Hát nem tudom, mert egy pici vizet azért rocsantok, ide kimértem 30 grammot.
Hát azért ennyit nem kellene, mert akkor meg igen híg lesz. Mert ugye van benne tejföl is. 40 g tejföl, akkor már a 370 g víz, meg a 40 g tejföl, az már ugye akkor 400 fölött van. Hát. Hozzáadom a sót, és akkor egy csöbb vizet, akkor nem érem mennyi. Hát a víz ugye egy pici locsanik, aztán már sok, 135, 5 g. Na, 5 g elég is szerintem. Talán még egy csöpp. Hét. Körülbelül egy evőkanálolaj van ebbe az üvegtálba. Ugye a 60 dekás lisztet mindig ebbe beleztem. Szépen kiragasztotta a gép. 7 percig dagasztotta. Hét. Akkor láttam jónak, mert ugye akkor már csak az alján ért hozzá a tészta ennek a tálnak. Mert igazából akkor jó a tészta, hogyha már ugye nem kenődik jobbra-balra. De hát ugye, amikor az ember türelmetlen, akkor azt aztán nem várja meg, hanem pedig aztán hallottam olyanról, aki 10 percig dagaszt. Igen, mert akkor lehet, hogy még dagasztani kellene, hogyha még igen ragad a tészta ennek a keverőnek, a keverőtálnak az oldalához. Hát ugye, ha az ember minden nap sütne, meg ez lenne a szakmája, akkor talán ilyet tudna. De így nem. Na, meghajtogatom. Jól nyúlik a tészta már egyre. Ugye egy kicsit több is a folyadék. Nem, pont ezt akartam. Meg benne ez a király buzaliszt, hát kíváncsi vagyok. Veszek két kis gombócot, nagyot. Jó, és akkor nájlomba a víz. Hát nem is tudom, berakjam a sütőbe. Hát, hogy csak a konyhajtót teszem be, 22 fok. Hát igazából most van idő, mert 10 óra, 5 órával előbbre vagyok, mint az ezelőtti kenyeremnél. Tehát, hogyha azt éjfél körül sütött, 11 körül sütöttem, akkor még azért időbe vagyok. Úgyhogy és 23 óra, akkor az akkor mennyi volt? 23-ból 5, nem tudok számolni, ez 18. Úgyhogy még ez jól lekészül ma, de ugye azért, ha nem rakom sütőlámpa alá, akkor lehet, hogy nem megy olyan gyorsan fölfelé. Na mindegy, most úgy döntöttem, hogy így lesz. Aztán majd sütöm, amikor kész lesz. De nem veszek türelmetlen, mert ha éjfélbe kell sütnem, akkor is várok éjfélig, míg a gombóc fel nem jön, mert a férjem azt mondta, és igazat adok neki megint, hogy aki ilyenre adta a fejét, az legyen türelmes. Na jól van, akkor a gombóc jól megvan, tudjátok, így jó szorosra, mert nem működik jól, hogyha nem szoros, meg nem lisztes, csak a kéz egy kicsit legyen lisztes, nem is látni szinte, de van rajt. És akkor megy a... Egy középre. Jó, és akkor háromszor hajtogatom, 40 percenként, azt nem fogom mutatni, majd a laminálással jövök, és akkor elszórom ezt a burgonyapelyhet. Itt vagyok a laminálással, és bevitezem az asztalt. Jó, bevitezem.
készfejemen is nyújtom. Most több folyadékot adtam hozzá, mint a ezelőtti kenyérnél. De most úgy nézem, hogy elérte volna a 400-at. Én ezt nem értem. 400 grammot. Például rétesnél ilyenkor még nem jó a rétes, mikor hozok egyet és összeugrik. Ha megy össze, nem jó még a rétes tészta. Tehát akkor lehet, hogy ez sem jó még. Még nem kellett volna laminálni. Csak így most eszembe jutott ez a verzió, hogy akkor mi pihentetni szoktuk. Jó, nem nyújtom tovább, mert úgy érzem, hogy elég neki ennyi. És esetleg nem szórom rá az összes burgonyapályhát. Jó, és akkor most nem bántom, majd jövök az előformázással, hogyha feljön a gombóc. Hát az 1-2 órát, 3 óra telett el a dagasztástól. Úgyhogy egy 2-3 óra. Ezt meg leírom, hogy mennyi maradt, és akkor majd a videó alá úgy írom, hogy ez már ki lesz belőle vonva. Tehát ezt lemérem. 6,5 óra alatt jött fel a gombóc. Komolyan már kiidegelt. Úgy meg van kelve, hogy hát mondom, nem működik a gombócom. Nagyon meg van kelve. Opa, 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 opa. Ide nézzetek. Teljesen agyon van kelve. Most előformázom, hoppá, és fél órát pihentetem. Hú, jól néz ki. Enyhén megsózom. Hú, majdnem azt mondtam, enyhén megsózom. Enyhén meglisztezem, nem nagyon, mert már volt olyan kenyerem, amit nagyon liszteztem, aztán nekem sem tetszett. Hát még a nézőknek. Ja, hát még a nézőimnek. Talán megtartja magát. Visszarakhatom rá ezt az üveget fél órára. Hát jó, esetleg beleragad, mert most kimegyek fél órára. Közben mákot kapálok. Letelett a fél óra.
keresztőtálat, az rizslisztel szórom meg. Viski. Hoppa. De lehet, hogy jól lett volna sima, és mit tudom, sima liszt. Ha jól meg van kelve, akkor nem ragad bele. Csak ha nincs jól meg kelve, akkor megnézzük, beleragadt-e az üvegbe. Hú, ez nagyon szépen meg van kelve. Bele se ragadt az üvegbe. Ezt a magasítót ezt bele fogom rakni most is. Én ezzel így nagyon meg vagyok elégedve. Ezzel a módszerrel. Nem kell ide drága keresztőtál, meg mit tudom én. Ezek nagyon jól megfelelnek. Tudjátok, minél olcsóbban kihozni mindent. Meg egyszerűbben, ha bár már is összevettem mindent. De hát ezek csak ilyen, mit tudom, ez a kis is 500 forint volt. Hogy még annyi sem. A gombócot jó szorosra. 10 órakor álltam neki, 5 óra 10. Délután 5 óra 10. Hát, remélem egy 2 óra alatt feljön a gombóc. De hát ugye az előbb is az első keresztésnél azt hittem 5 óra, aztán mennyi volt? 6 óra, nem is tudom melyik mondtam, 6 óra valamennyi. Ó, ez olyan pici lett, hogy alig látom meg az alját. Na jól van, akkor nylonba rakom. Tettem alája egy ruhát, egy terül között, már az első keresztésnél is volt alatta. Oh, nem tudok beszélni. Hogy ugye ez a munkaasztal, ez nagyon hideg. Azért mégis a ruha melegebb. Amúgy 22 fok van a konyhában, nincs jó idő, pedig ott kint nagyon süt a nap, mindjárt meg is nézem, hány fok van kint. Ott kint 26 fok van, itt van meg 22. Hiába betettem a konyhajtót, főztem is, mégis 22 foknál nem megy följebb, és akkor ugye lassabban dolgozik a tészta. Na jó van, majd akkor a sütéssel jövök. 2,5 óra alatt jött fel a gombóc. 22 fokban. Ugye mondtam, hogy káposzta levélen fog sülni kacsasütőben, és hideg indítás.
rizslisztet lesöprem le a csetelem róla, de egy kis sima lisztet szórok rá. Úgy, és akkor most bevágom egy olyan vágással, amit már láttatok az ezelőtti kenyeremnél. Talán jó lesz. És akkor átemelem egy papírral együtt a összesütőbe, és valahogy kihúzom a papírt alól. Hát, nagyon nehezen tudtam kiszedni, mindent bevetettem. Egy kicsit nagyobb papír kellett volna, vagyis nagyobb levél, hogy a levelet meg tudjam fogni. De jó van, akkor most 230 fok, ide egy kis vizet spriccelek. 230 fok, most légkeveréssel sütöm. Légkeverés, és olyan 40 perc hidegindítás. Fok, alsó-felső. Egy 5 perc, aztán kiveszem az edényből. Megsült. Nagyon szép magas lett. De nem sikerült a minta, látjátok, mert nem hogy repelt, hanem tudom én, de inkább repelt. Hogy meg lennék elégedve, de a minta nem sikerült. Hát komolyan. Lehet, hogy még kellett volna egy, ugye úgy szoktam készíteni, hogy amikor feljön a gombóc, akkor gyújtom el a sütőt. Tehát most is kellett volna még várnom fél órát, és akkor itt nem lenne mélyedés. Hát arra gondolok. Na, majd a legközelebb innél. Nem adom föl, mert ez egy Facebookos csoporttársnak a mintája. Hát azért csodálatos volt a minta, de hát az enyém nem. Nekem van itt egy bemélyedés. De amúgy ilyen magas kenyerem még nem lett. Hát ez nagyon jól sikerült. Gondolom, hogy a király buzaliszt lehet az oka, mert mi más. Nagyon szép különben. Ha ott nem lenne ez a kis bemélyedés, azt mondanám, hogy csodálatos. Kíváncsi leszek a bélzetére, remélem nem lesznek hatalmas lyukak. Mert akkor hova kenjük a vajat, vagy zsírt, vagy tepertőt, amit rákenünk. Na jó, van, majd reggel jövök a bélzetével. Nem rossz, ugye? Remélem jól látni minden, mert még nincs olyan világos.
Nem akarok villanyt kapcsolni, mert elhúztam a függönyt, hogy azért valamit lehessen látni. Hát ez nagyon csodálatos egy kenyéret. Úgy félek fölvágni, ki tudja, mi van belül. A kelkaposztának a vastag erejébe belesült, nem tudtam kivenni. Majd kiszedjük, amikor esszük. Na most úgy döntöttem, hogy kétfelé vágom, mert ez így egy igen nagy szelet lenne. Kétfelé vágom, és akkor így. Amúgy csodálatos, csak kár, hogy ott belepett. De az mitől van? Mondom, még egy kicsit várni kellett volna a keréssel. Hát vannak nagy lyukok, de nagyon tetelett. Ez még mindig tudod volna, hát mekkora kenyér lett volna ez itt. Nem tartotta meg magát. Látjátok, összement egy kicsit, és ott a rengeteg csipke. Tudom, mint a csipke terítő, vagy a függöny. Még kellett volna sütni egy kicsit. Aha, akkor lehet, hogy akkor tartotta volna meg magát. Még egy 10 percet kellett volna sütni. Hát nem lett rossz azért. Vannak hibái ennek is. Minden kenyeremnek. Szép különben, tényleg szép. Így keresztbe vágva meg még szebb. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Hát ezt tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki. Gondolom, hogy a kovász erősítése, már ugye most a mazsolás madrémat etettem naponta kétszer, de most már úgy kicsinyítettem, hogy csak 10 g-ot hagyok mindig az edénybe, egy ugyanolyan edénybe, mint amiben a mazsolásat, vagyis a komlósat tartom, de az most ugye a hűtőben van. Ugye megmutatom, hát ez nem edény ugye, hanem tál. Csak ilyen kevés van benne, látjátok? Mindig 10 g-ot behagyok, ugye a mazsolás kovászomat úgy etettem, régen is úgy etettem. 10 g-ot hagyok benn, és akkor adok hozzá 8 g vizet, meg 12 g lisztet, rétes lisztet. A mazsolás matek kovászomat én úgy etettem. Ugye, hogy lehet, hogy azért erős, mert úgy érzem, hogy erős. Mert ugye kétszer etetem naponta, így nagyon sokat nem is kell eldobnom. Mert ugye kevés, amit etetek. Meg hát ez a király buzaliszt, gondolom, az is tette a magáét, de hát még azért vannak hibái, ezek a nagy lyukak, ezek annyira nem egészségesek, hogy egyik helyen nagy lyuk van, a másik helyen meg kisebb. Szép egyenletesnek kellene lenni. Na jó, van, majd még próbálkozok, még majd jövök kenyérrel, még van sok ötlet a fejemben, meg hát a régieket is elkezdhetem újra, aztán egy kis változtatásra, vagy ugyanúgy, mert az új feliratkozóim azokat még nem látták, meg hát már én is régen ettem bizonyos kenyereket, amiket először például most megláttam a konyhaszekrénybe a... És a neve? Mutatom. Ezt a zappályhet, és már meg is kívántam. Hú, mondom, nagyon régen csináltam ilyen kenyeret, úgyhogy
Mostanában majd valamikor beiktatom. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, vagy éjszakátok, amikor nézitek. Sziasztok! Próbáljátok ki. Ez már nagyon, nagyon szép kis kenyér lett.